Ünnepi beszédekkel indult a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont alapkövének letétele Pécsett. Bódis József államtitkár arról beszélt, hogy a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően nőtt a születések száma hazánkban. Pár évvel ezelőtt még az a szám, amelyik kifejezi a reprodukciós értéket, az olyan 1,2 körül mozgott. Hál' Istennek ma már 1,7 körüliről tudunk beszélni, ami egy óriási eredmény. Tehát haladunk, jó irányba haladunk, de még nem értünk az út végére. Magyarországon 140-150 ezer meddőházas párról tudnak az orvosok. Az új központ a Lombik Baby programnak köszönhetően rajtuk segíthet, emelte ki az Emberi Erőforrások minisztere. Olyan nemzeti módszertani központ jön létre a felépülése után, ahol nem csak a klinikai gyakorlatot végzik a legmagasabb technológiai színvonalon, a legdedikáltabb ismeretek birtokában, hanem a módszertan fejlesztésére is lehetőség lesz, abból a célból, hogy ezt terítsék Magyarországon a meddőség elleni egészségügyi ellátási rendszert minőségileg emelve. A kormányzati intézkedéseknek hála megerősödött a magyar egészségügy. Ez a mostani kampányidőszakban is látszik, mondta Pécs országgyűlési képviselője. Napjainkban egyáltalán nem kampánytéma az egészségügy, hiszen elképesztő bérfejlesztés zajlott le, és fantasztikus infrastruktúra bővítésnek a kedvezményezettjei lehetünk mi is itt Pécsett. Hát elég, ha csak azt tekintjük magunk előtt, hogy az elmúlt évtizedben a baloldali kormányzások örökségeképpen a Pécsi Tudományegyetemnek több mint 20 milliárdos adósságát konszolidálta a polgári kormányzás. A megyei fejlesztési biztos is a kormányzati beruházásokat emelte ki. Ennek eredménye a jobb egészségügy, a magasabb színvonalú ellátás. A Pécsi Egyetem az elmúlt 10 évben kb. 100 milliárd forintnyi fejlesztésben részesült, és ennek a döntő része az egészségügyi intézményeinek és eszközeinek a fejlesztése volt. Ebből is látható, hogy a magyar kormány számára az egyik legfontosabb prioritás, és Pécsett egészen biztosan mondhatjuk, ez az egészségünknek a megőrzése, az életnek a védelme. A beszédek után elhelyezték az időkapszulát és az alapkövet az építési területen. A tervek szerint 2023 elejére készül el a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont Pécsen, a Szülészeti Klinika területén.